1848. szeptember 29-én volt a Pákozdi Sukorói csata. Mi volt ennek a csatának az előzménye? Az egyik előzménye az volt, hogy gróf Lamberg Ferencet, móri birtokost kinevezték a Magyarországon állomásozó hadseregek főparancsnokává. Fontos itt a többes szám, ugyanis ebből az következik, hogy a Jelasics-féle hadseregnek és a szerveződő magyar honvédségnek egyaránt főparancsnoka volt Lamberg Ferenc, illetve kinevezése erre szólt. Lamberg Ferenc valószínűleg azzal a céllal érkezett hivatalát elfoglalni, hogy rendet teremt, megegyezést teremt, és ha lehet, akkor a fegyverek összecsapása nélkül próbálja a helyzetet elrendezni. Vannak olyan kollégáim, akik feltételezik azonban, hogy Lamberg maga is egy kicsit a csalikacsa szerepét töltötte be. Sokan hallottak már a kamarilla ármánykodásáról, a bécsi udvar két kulacsos politikájáról. No, azért ebben volt valami. Tehát nagyon könnyen elképzelhető, hogy találunk még valamilyen döntő bizonyítékot arra, hogy vajon így volt-e, hogy Lamberg kinevezése nem arra szolgált-e, hogy kiugrassa a nyulat a bokorból, hogy eldőljön, mégpedig a magyar fél hibájából dőljön el, hogy itt igenis a fegyverekkel kell rendet teremteni. Itt most a rendteremtést persze idézőjelbe, és a bécsi udvar szempontjából értem. Tehát van egy móri birtokosunk, aki hadseregeknek a főparancsnoka. Ő viszont Budapestre érkezik meg, a fővárosba érkezik, Batthyány Lajost, a miniszterelnököt keresi. Azért lenne szüksége a találkozóra, hiszen az ő kinevezése az áprilisi törvények értelmében csak akkor érvényes, hogyha azt a hivatalban lévő magyar miniszterelnök ellenjegyzi. Ekkor második kormány alakítására készül Batthyány Lajos, ő a egyszemélyi kormány, megbízott miniszterelnök, tehát mindenképpen neki kellene ezt a szerepet eljátszania. Batthyány Lajos is úgy gondolkozik, hogy neki ezt az ellenjegyzést meg kell tennie, tehát ő egy kicsit talán jobban katona ebben a kérdésben, azt gondolja, hogy a hadseregek főparancsnoka az bizony a csatatérre fog érkezni, oda fog érkezni, ahol ez a két hadsereg farkas szemet néz egymással. És ő elindul kocsival, kápolnásnyéken foglal szállást, hiszen a magyar hadsereg 1848. szeptember 26-a óta feladta Székesfehérvárt és a Székesfehérvár Buda közötti országút, a postaút védelmére gyülekezik a Velencei hegység dombjain. A szituáció tehát az, hogy keresik egymást. Nem találják meg soha többet, hiszen Lamberget tudjuk, Lamberg szívében kés, tudjuk a versből, a hajóhídon a felbőszült pesti tömegek meglincselik. Móga János, a magyar hadseregnek a vezetője, a vezére, egy tiszti gyűlést hívott össze. Délután kezdenek a tisztek gyülekezni Sukoron, a református templomban, mert hát hogy hol, ahhez megfelelő tér is kell. És mindenki elmondhatja a véleményét arról, hogy mit tegyünk a Fehérvárról kiinduló és Buda felé, a főváros felé tartó ellenséggel. Nem könnyű a helyzet, nem könnyű a döntés. És megint csak egy ismert nevet lehet mondani, aki döntésre viszi ezt a, mondhatjuk, patthelyzetet. Ez ismét Batthyány Lajos, aki ugye azért érkezett ide, hogy Lamberget felhatalmazza arra, hogy tegyen békességet, tegyen rendet, valahogy egyensúlyozza ki az egyensúlyban abszolút nem lévő helyzetet. De Lamberggel nem találkozik, és elmegy erre a tiszti gyűlésre. Nos, Batthyány Lajos dönti el a helyzetet. Batthyány Lajos valóban nagyon nagy dolgot tett, amikor a Sukorói református templomban a csata előtti napon
a haditanáccsá átalakított tiszti gyűlésen olyan helyzetet alakított ki, hogy a magyarok egyöntetően úgy döntöttek, hogy ha Jelasics támad, akkor ellenállunk, csatát állunk. Másnap, 29-én a parancsnak megfelelően megindult Jelasics hadserege Székesfehérvárról. A csata, tehát mondhatjuk nyugodtan, hogy három falu határához kapcsolható, mert Pákos-Sukoróiként is szoktuk nevezni, mert hiszen Pákos és Sukoró között volt végül is a centrumnak a csatája, illetve a szárny ütközetek már inkább ettől északra helyezkedő völgyekben zajlott le. Kora délután a centrumban érkező Jelasics, tehát a főparancsnok több próbálkozás után úgy döntött, hogy ennek így ma nincsen értelme, és fegyverszünetet rendelt el. A mostani kiállítását ennek a múzeum épületnek, amely tehát a Pákozdi Mészekhegyen található, az új emlékmű tőszomszédságában, a 150. évfordulóra készítettük. Természetesen a készítés során figyelembe vettük azokat az új eredményeket, amelyek érdekes módon 150 év alatt egy kicsit más megvilágításba helyezik ezt a csatát. A kiállításon természetesen az előzményekről beszámolunk, és igyekeztünk egy kis ízelítőt adni a Pákozdon felvonultatott hadseregek, magyar hadsereg egyenruháiból, tehát egy kis enteriőrben, talán itt a háta mögött látszik, bábukon bemutatni azt a sietősen összeállított hadsereget, amelynek egy részének még egyenruhája se volt. Más részének, amelynek volt már honvéd egyenruhája, érdekes módon az egyenruháját Batthyány Lajos tervezte meg saját kezével, papíron, ceruzával. A továbbiakban természetesen a felálló hadseregnek az összetevőiről beszélünk, tehát arról, hogy egyrészt a sorezredekből, másrészt önkéntesekből, harmadrészt pedig bizonyos ekkor alakuló szabad csapatokból állt össze az a társaság, az a tömeg, amely itt ezt a csatát eldöntötte. Utána a csata pillanatairól, tehát a csata napjáról, annak dokumentumairól beszélünk, bemutatjuk természetesen, igyekszünk bemutatni a szereplőit is a csatának. Egy egész falat töltöttünk meg azzal, hogy akikről sikerült valamilyen módon képet szerezni, rajzot szerezni, azokat itt bemutassuk a látogatóknak. Az egyik fő látványosságunk ez a terepasztal, ahol hát hanggal és képpel, fényjátékkal, figurákkal, és hát a terepviszonyok érzékeltetésével igyekszünk röviden elmondani ennek a csatának a korrekt történetét. Kitérünk az ozorai diadalra, és arra is ez a kutatásaim során meggyőződésemmé vált, hogy itt egy egységes hadműveletről van szó. Ez egy érdekes 19. századi regényes történet, amely íme eldöntötte ennek az egész folyamatnak a kezdetét, a szabadságharc kezdetét.